Mehet. Most vagyok kész. Ma egy ilyen rendhagyó résszel készültem, mert már annyira régi ez a sorozat, hogy most már lehet rendhagyó részt csinálni. Vége lett a csatornánkon, ha figyelitek, vége lett egy sorozatnak, amiben szereplők régebbi eladásunk szereplői mesélnek arról, hogy milyen volt nekik megélni velünk ezt a projektet, és ma egy, szintén egy ilyen lesz, ennek zárásaként egy valódi nézőként jössz komaként távozol embert. Nem is, nem is távoztál még. Szóval ma nem egyedül leszek itt, hanem Pap Tibi. Pap Tibi a mai vendég, aki aki helyett most elmondom én, hogy 2014-ben a blokkolóban szerepelt. Vele fogok ma beszélgetni egy kicsit erről, és <hört> hát vágjunk is bele. Ahogy a többiek is először azt a kérdést kapták, úgy tőled is megkérdezem, hogy mi a legmeghatározóbb élményed ebből a projektből, amit együtt csináltunk. Hát az egy, az egy tök izgi volt nekem az egyik előadáson, amikor a a kódiák ott ült mellettem, amit én ugye amúgy nem vehettem volna észre, hogy ott van, vagy nem néztem rá, de a szemem sarkából felismertem, és akkor nézte, hogy, hogy ott cségózunk a jelenet elején. Az, az, nagyon megmaradt, mert az attól ilyen nagyon extra izgalom lett. És koppara volt, hogy ne legyen elrontva, de már a szem addigra már benne voltunk rendesen, úgyhogy nem, nem voltunk amatőrök. De hogy ez, ez tényleg volt? Mármint hogy már az, hogy a volt, azt vágom, de hogy tényleg emiatt izgultál, hogy mit fog szólni a cségózásodhoz? Vagy? Hát igen, igen, mert akkor még ilyen idol volt, meg akkor nagyon benne voltunk ebbe a játszadozásba, és... Dibb. Na, akkor nagyon benne voltunk ebbe a játszadozásba, és, és az, az nagyon para volt akkor. Aha. Igen, Ak akkor már az, 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 a pillanat, az hirtelen az, az durvább volt, mint hogy, mint hogy magunkat adjuk elő, vagy arra figyelni, hogy most, hogy én mit mutatok, az akkor, akkor ilyen volt. Igen. De jó, tök jó. Én elmondom, hogy nekem az egyik legmeghatározóbb élményem az volt veled kapcsolatban, amikor kiszálltál. <laughs> Ezt csak közölted. Hogy ez nem nekem Ja, való. igen, igen. Volt, volt ilyen, az igen. Szóval azért nem mondtam, mert, a, mert, tudom, hogy a kövi a legnehezebb, és az a, oda A következő vannak. kérdésem akkor az, hogy ebből a próba folyamatból, ebből mi, mi a leg, legnehezebb élményed? Ha jól emlékszem, volt egyszer egy olyan, hogy a, az egyik ilyen próba alatt én, én hazamentem, vagy meggondoltam magam, hogy ez, én, engem ez, ez mégse érdekel ez az egész. Aztán igazából tökre úgy, úgy is tudott volna maradni, hogyha, hogy addigra már nem lettünk volna így, így közel vagy jóba, hogy lett, lett, azért egy másik oldala, hogy gondolkodni azon, hogy, hogy mit hagyok itt, ha itt hagyok, meg akkor így meg, meggyőzhető voltam, hogy, hogy nem feltétlen jó, ha én most csak úgy kiszállok ennyi idő után, mert nem is tudom, egy-két, egy hónap, hónapja után hát talán ment az izé, tehát hogy akkor már azért nem, nem voltunk úgy nullán magunkkal, de hát és aztán meg aztán meg volt lehetőség visszajönni, és akkor, és akkor nem bántam meg, hogy végül nem szálltam ki. Uh -huh. <köhönt> Azt, a, azt lehet egy kicsit feszegetni, hogy hogy mégis mi volt az, ami miatt azt gondoltad, hogy nem? Hogy kiszállsz? Hogy volt valami konkrét vagy? Nem, nem volt konkrét. Én úgy emlékszem, hogy én azt hiszem, hogy szereplőként nem is szerettem volna ezt elkezdeni. Ilyen vala, valami technikus segítőként kamerázni, ilyesmi. Az abba voltam, és akkor valahogy átfordult egyszer csak, hogy elkezdtem hozzászólni, vagy vala, valamiért részt vettem szereplőként a próbán, és úgy maradtam benne. És nem is emlékszem ezt, de ez így volt megbeszélve, hogy te csak én technikus Igen, a... tényleg? Igen, igen, átvertünk. Igen. Ak akkor igen. Hát de így alakult, érted? Aztán tök jó volt. Igen. Oké, okay. és a következő kérdésre elfelejtettem, mert az utána lévőd is meg akartam égyezni. De Te tudod a kérdéseket, nem? Uh -huh. Igen. Hogy mit éreztél a bemutató előtti percekben, hogy van -e valami emléked erről? Hát van, van, persze. Hát az, hogy összeesek. Igen, a másnaposságtól. Ja, neked szalagavatod, vagy mit volt akkor? Szalag, a szalagavató after party volt előző este. Az én valami úgy emlékszem, hogy vasárnapra esett nekünk ez a bemutató. És, mi, és talán, is, szombaton volt a szalagavató, és este a buli, és vasárnap délután volt bemutatva. Erre nem lehet. lehet. Mi, mindegy, Va, valamiért az, az még teljesen mindegy, mert hétvége volt, az biztos és igen, igen, igen. Az, az, a szalagavatós buli nagyon hosszú volt, és akkor igazából, hát, lehet akkor ti jobban izgultatok, mint én, hogy, hogy milyen lesz a bemutató. Hogy maradsz -e. Igen. És uh, kaptál -e bármi olyan visszajelzést, ami az előadás kapcsán, ami emlékezetes valamiért? Hát igazából, mivel mi nem sűrűn találkoztunk utána nézőkkel, ezért úgy, face-to-face -face nem feltétlenül rémlik, hogy, hogy valaki úgy külön oda jött volna dicsérni. Biztos volt, de ez úgy nem, nem maradt meg, inkább az ilyen az ilyen írott kritikákat olvasgattam sokat, amik akkor megjelentek az előadásról, és azok igazából, igazából mindegyik tök jó volt. Pláne, hogyha valaki olyan írt, aki, aki még emlékezett a nevünkre is, vagy, vagy megnézte, hogy kik voltak a szereplők, és akkor minden szereplőről külön írt egy-két mondatot, és akkor azok, azok többnyire ezek mint mint tök jók voltak. És ja, ja, ilyenek. Miért érdemes ilyen projektben részt venni? Mi, hogy ajánlod át valakinek, ha ajánlanád. Uh -huh. Úgy, hogy ki akartál szállni. Igen. Hát én, legnagyobb értéknek a, a, az emberkéket találom, akiket megismertem igazából. Az, az szerintem az, az amit... Jó, hát ha nem, nem lettem volna, akkor nem tudnám sajnálni, de, de az, egy, az, egy, az egy tök jó a, nem, nem csak, hogy új emberkék, mert az nem feltétlen vonzott volna, vagy egyenesen taszított volna, hogyha azt mondják, hogy most akkor jönnek, izé, és akkor nem ismeri senki egymást. Az, hogy végül kiderült, hogy végül volt ismerős a, a, akkor a szereplők között, az úgy még egy kicsit könnyebb volt akkor csinálni, vagy elkezdeni, vagy folytatni de, de amúgy, 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 ez, ez. Tehát, hogy amúgy meg amúgy tök jó fej mindenki, akit így, így megismertem. Meg ahogy elnézegettem még utánunk a, az előadásokon, az, a, ott is mindenhol tök jó ilyen izé, csapatkák születnek. Úgyhogy, ja, főként ezért. Oké. Okay. <hállt> Van-e bármi, ami ilyen, nem tudom, mondjuk, ami változást hozott, vagy, vagy <hállt> Ami, amit erre tudsz fogni, vagy ami ehhez köthető? Hát, hát az egy, ami biztos eszembe jut, hogy nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy lenne a mai nap érettségim, mondjuk, hogyha ha, <síthat> Hogyha akkor nem vagyok itt rosszkor, rossz helyen. <síthat> ez, ez biztos, és hát aztán ezek az apró ilyen elhatározások, meg ilyenek, ezek meg, ezek meg azért vannak maguk után ilyen több apró, ilyen kis nem tudom, jellemfejlődést, vagy komolyodást, vagy valami ilyesmit, és akkor ez, ezeknek talán van. van egy kis nyomokban tartalmazok ilyesmi komolyságot. Aha. Komolyság, bocsánat. Hát igen, meg, meg azért szerintem, nem, 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 érdemes eltitkolni a tényt, hogy így dolgozol. Ja, tényleg, tényleg. Tehát, hogy igen, igen. Tehát ezt a videót például te vágod az összes eddigi videót is te vágtad. Ja, ezt nem... Nem, hogy miért kell engem emlékeztetni, hogy most meg ja, kell, meg kell vágni. Vágni. Én mondom, hogy menjen élőbe. Ja, 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 igen, tényleg. Hát igen, tényleg. és te vagy az első, aki, aki most a másik oldalról is részt veszel már ilyen előadásban. Igen, az meg tök új lesz. Sőt, de az jó, de azt meg, azt meg azért várom. Igen, azért is. ez az kicsit más. Uh -huh. Igen. Fejezd be a mondatot, légy szíves, hogy a közösségi színház nekem? A közösségi színház nekem hát ha úgy adódik, akkor játszót ha úgy adódik, akkor akkor az otthonom is tud lenni, ha úgy adódik, akkor akkor egy nekem kedves ilyen kis szórakozó hely, ahol szívesen vagyok együtt ismerősökkel, vagy barátokkal, és hát, hát munka is, de hogy, hogy igazából nem, nem az a fajta munka, munka, ami ilyen alszok, dolgozok, hanem, hanem ilyen tök jó. Nagyon köszönöm, nektek is nagyon köszönöm a figyelmet. Jövő héten akkor újra jelentkezünk, és arra szeretnék titeket kérni, hogy Igen? Nem tudok, hát most fejezem be. Majd megbeszéljük. Tudom, hogy ki, tudom. Nem baj majd mindjárt ott a vb is meg. Jó van. Oké, okay. puszi, hello, hello. Szóval. Uh, iratkozatok fel, hello.